Oké, okay, gyerekek, na, itt vagyunk újra egy livestreamben, és remélem nem követem el még egyszer azt a hibát, mint a, a múltkori karácsonyi livestreambe, hogy <laughs> bekapcsolva maradt itt a visszajátszáskor a hang, de ha mégis valami gond lenne, amit én nem hallanék, meg bár most rajta hagytam a hangfalon a, a hangerőt, ha mégis megszólalna még egyszer a hangom, akkor jelezzétek itt a live hogy valami nem jó, és akkor majd ezt igyekszem időben kiküszöbölni. Itt van Terror a hurrá, megint egy analizátor, remélem, hogy analizátor lesz belőle. Üm, igazából valamelyik nap olvasgattam ilyen cikket, meg tudod, hogy jönnek ilyen belinkelt cikkek, és akkor rátéved az ember valamilyen random weboldalra, és mikor a legörget, a leges-leges legaljára, akkor, akkor, jönnek itt szembe ezek a, a rohadtul undorító reklámok. Úgyhogy ezeket akartam egy kicsit így megvizsgálni, szemügyre venni. Most 14-en vagyunk csak, egyébként ennek az az oka, ugye, hogy egyrészt a két ünnep között sokan dolgoznak, és most hétköznap korai délután van, másrészt pedig az, hogy nem lett előre meghirdetve beharangozva a live, viszont mivel úgy, úgy is vlognak szántam, ezért semmi hátrány nem éri azt, aki majd utólag fogja ezt visszanézni. Remélem. Jól van. Itt vagytok. Euh, celebrity Instagram live. Jó téged elcsípni múltkor is, csak utólag láttam a karácsony live-ot. Mindig is be akartam köszönni. Remélem jól vagy. Így teljesüljön minden kívánságod és köszönöm szépen, jól vagyok. Úgy látom, hogy minden megy. Pikpak, És akkor hát rá szeretnék térni ezekre a, a mocskos reklámokra. Elsősorban arról lehet őket felismerni, hogy mindig valamilyen oldalnak legyen az hírportál, vagy egy, egy blikk, vagy egy nem túl nívó színvonalas oldal. Azoknak az alján, ha legördít az ember, akkor lehet találni mindenféle ilyen lábgomba, hajnövesztő, csodafogyás, pénznyerés, meg egyéb, meg egyéb dolgokat. Jó a hang. Oké. Okay. Köszönöm szépen a visszajelzést, akkor sikeresen lenémítottam a webhelyet. Nem is tudom, hogy mi volt az első, próbálom itt a képen jött megosztani, ahogy ugye már a karácsony live is többször, amit nekem le van programozva itt a Touch portára. és megpróbálom megkeresni, mi volt az, amiben belebotlottam ma, valami nyugdíjasok.hu oldalon volt egy cikk meg, ö, megosztva. Nálam természetesen nincsen semmiféle adblock, főleg azért, hogy láthassuk, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy prostata diszkomfort nyit. A helyes módszer ez egy Google reklám, alul egy Suzuki reklám, de nem is ezek a, az igazán érdekesek nekünk. Nem is a cikkek, hanem itt vannak, hogy tartsd így a kezed pár percig, ha fáj a fejed, és akkor várjál. Várjál csak. Itt kell lenni alul ezeknek az undorító dolgoknak. Na figyelj! Hullani fog a pénzeső, a nyugdíjasok november közben, ez nem az, ez nem az, ez nem az. Nézzünk rá egy cikkre, teljesen mindegy, hogy melyik cikket megnyitjuk. Zárd be ezt a reklámot. Oké, okay. Avast free antivírus, hát ugye minden, ami szükségtelen. Na, itt vannak. Alul a neked ajánlott rovatban hát ezeket nem is mertem igazából kirakni a videó index képére, mert ezek annyira guztustalan borítóképek, hogy lehet, hogy letiltott volna érte a YouTube. Minden esetre ez az első, amit, amit észre lehet venni ezekről a reklámokról, hogy, hogy olyan undorító borítóképpen rendelkeznek, ami azt mondja, mit ígér, a has és a comb eltűnik négy nap múlva, igyon reggel egyet. Olvasni tovább. Gombás a körmöd, írd le gyorsan a receptet. Blablabla. Nézd meg egy trükket, ami 16 perc alatt fizet 45 ezer forintot. Olvasni tovább. Na, olvasni tovább. Uh, Studiesbestoffer.com ez egy külső weboldal. Szokásos, szokásos reklám egyébként a szerzőről, valószínűleg itt van valamilyen stock kép. Bitcoin, Bitcoin. Nézzük meg a lábgombát. Ja, 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 menjünk csak vissza még. És akkor itt vannak alul ezek a szarok, a kamu Facebook profilok, amivel igazolják, tehát, hé, hey, Alex, valaki próbálta már? Megnézzük ezeket a Facebook profilokat, ez úgy néz ki, legutóbbi hozzászólások a Facebookon. Akkor én próbálom ezt új oldalon megnyitni, és nincs semmi, tehát Ctrl-Shift-klikkel. Nézzük ezt a felhasználói profilt. Ismét egy kamu reklámra, hogy kereshetsz havi másfél milliót. Ezeknek van egy nagyon jó sablonjuk, van egy cím, pontokba szedve a dolgok, van egy stock kép, valószínűleg nincs mögötte rendes felhasználó, van egy-két szép grafikon, stb. 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 És akkor ugye itt vannak a pozitív felhasználói visszajelzések, amelyekben az az első furcsa dolog, hogy nem is lehet kijelölni a szöveget, tehát nem lehet kikopi ezek ilyen csomag, olyan csomag, olyan csomag, ezek mind ö, olyan dolgok, amelyek, amelyek azt jelzik, hogy hát igen a fontos figyelmeztetést. A stellár mennyisége korlátozott, ezért foglald le a csomagodat már most. Nem kell szerződést aláírnod, előre fizetned, erre nincs szükség. Egyszerűen töltsd űrlapot, válasz ki, hány csomagot szeretnél. Az elérhető csomagok száma... Ta -ta -ta Megadod az összes személyes adatodat, amit majd szépen el fognak adni a... az internetes bűnözőknek, és akkor itt van egy ilyen felugró pop-up utoljára vásárolt Mária Csongrádból, 35 perc, másodperce Hedvig Győrből, 1,19 másodperce Éva Pécsről, mind ismerjük ki a Hedvig, meg ki a Éva, tehát ez, ez biztos, hogy jó lesz nekünk. Igen, elhagyjuk a webhelyet. Tóbiás, nincs mögötte Facebook profil, hanem rákattintunk, és akkor megint ugyanez az oldal jön be, Nézzünk egy harmadik felhasználót, Vibi. Hát sehol Facebook, sehol Facebook. Mindegyik ugyanarra a linkre vezet. Úgyhogy ez már egy, ez már egy uh, kamu. Kamuság. Nézzünk egy másikat. Nézd meg egy trükköt, ami 16 percet 45 ezeret fizet. Ez nekem tök olyannak tűnik, mintha ugyanennek a másodat, másolata lenne. Körömgomba megfertőzve a vért és nekrózis tokoz. Hú, hú. Gomba egészséges lába 7 nap alatt dörzsölje be. Na! És az a baj, hogy... Az öregek, ugye mert nyugdíjasok.hu oldalról jutottunk ide, tehát az öregek ezekre úgy rá kattintanak érted, mint a szél. Hát ugye nem ismerik fel, hogy hogy mi ez. Hát itt van egy pár kitakart fotó, ugye ez már azért sokat mondó, hogy ki van blörözve, mert azért itt már azért ezt nem, nem nagyon szabad, azért elég sokkoló, meg elég gusztustalan képek, én most azért éppen nem is fogom feloldani őket. Lehet mögötte egy látszólagos olyan cikk, ami hát tűnhet validnak, orvostudomány rovad alatt, de egyébként exodermin.com, Az ön számára továbbra is elérhető a korlátozott ajánlat. Az ajánlat mindig korlátozott, tehát vásároljál gyorsan, nehogy megvegyék előled, és siessen és vegy észre a program, hogy kedvezményesen juthasson hozzá az Exodermin 11.900 forint a speciális ajánlat keretében. Tudj meg többet! No! Jól van! Tehát azonnal meg kell vegyed, mert ez, a holnap már, ez az ajánlat már holnap nem lesz érvényes. Ti mennyit találkoztak egyébként az ilyen hirdetésekkel? Megnézem, mit írtok rá. Nagyon szimpatikus ő a szkeptikus ateista gondolkodás módot. Én meg még nem tudtam beletanulni, de elég fiatal vagyok. Sokat segítenek a skeptikus videók. Köszönöm szépen, hát tulajdonképpen a videóknak ez is az egy, egyik célja. És már vagyunk 45-en, pedig nem lett megkérdetve a live. Szóval azok a hirdetések mindig a lap alján találhatók meg, és valami nagyon guztustalan és nem hiteles helyre visznek. Nézzük tovább. Tehát mondom, akár még lehet is egy tudományosnak látszó cikk mögötte, én most nem veszem a fáradtságot ahhoz, hogy felolvassam, mert még arra is ügyeltek egyébként, hogy ezt a terméket, ezt az Exodermin nevű terméket, ezt olyan névvel illessék, mint amit általában a gomba kezelésére szoktak használni, például az exoderire hasonlít a termék. És. <laughs> Miért az egzodermi hatékonyabb, mint más a gyógyszertárakban gyakran árult és rendkívül népszerű gombás fertőzések ellen kifejlesztett gyógyszere. Olvassunk bele már néhányba. A gombák olyan élő organizmusok, amelyek minden más élőlény alkalmazkodnak a környezetükhöz. A legtöbb gyógyszert 20-30 évvel ezelőtt fejlesztették ki. Ez hazugság, ez nettó hazugság, mert folyamatosan fejleszt ugye a gyógyszerpiac újabbnál újabb készítményeket. Annál is inkább, hogy minél kevesebb mellékhatás és minél erősebb hatás jelentkezhessen. Úgyhogy ez a mondat itten kamu. Ez idő alatt a gombák ellenállóvá váltak ezekkel a gyógyszerekkel szemben ez sem igaz, ez sem igaz, olyan maximum lehet, hogy a szervezeted tolerálhat bizonyos gyógyszereket, de nem a gombák úgy általában válnak ellenállóval. Tehát itt, itt megint feljön olyasmi, mint a mint ugye a glifozáttal, meg a gyomértószerekkel kapcsolatos bullshit leírásokban, hogy ugye rezisztensé válnak a növények, és ezért egyre agresszívabb, egyre jobb formulákat kell kifejleszteni. És azért az is elgondolkodható, hogy azt írja, hogy az exodermin viszont egy teljesen új formula, amely több mint 6000 különféle gombás kórokozó ismeret, ismeretében fejlesztettek ki. Ennek köszönhetően egy innovatív formulát hozhattak létre, amelyel a gombák külsőleg és a testben egyaránt megszüntethetők, de akkor itt ugye megint felmerül a kérdés, hogy ha ez egy annyira vadi új formula, akkor mennyire van ez tesztelve? Akár a hatásossága, akár a mellékhatásai, ugye nem kívánt mellékhatások. Persze vannak szép excel csinált grafikonok, és ugye ezek a grafikonok ugye mindezt hozzák ki, hogy a milyen a legjobb. Ja. És mit írtok ti? Azt mondod, hogy kicsiként megadtam az adataimat. Körülbelül 10-12 évesen megadtam az adataimat, azóta nem. Idősök és gyerekek az áldozatok, károm nem lett. Hoppa! Ketté tört a ciki. Hm. Semmi baj. Hm. Tóth már írja, hogy az egyik ismerősünk nyert egy ilyen oldalon, ő megadta az adatait, és havi 20 ezeret volna a kártyájáról. Simán mindenki rávágta volna az oldalra, hogy kamúgy csak ő tudatlan volt. Az miért valid ér az ellen, hogy régen fejlesztették ki? Nem tudom. Hát pont ezt mondtam. Hogy szerintem ez azért nem, nem, nem áll meg, nem igaz. Tehát azért a penicillint is viszonylag régóta fejlesztették ki, és azért a mai napig igen, jó hatással, igen jó hatékonysággal használják. Milyen íz a cigit, hát ezt most Pec nem tudom, mert most kevergettem mindenfélét. há ezt. Ez valamilyen uh, citrusos, és van benne némi mentol, viszont itt kevergettem már több félét, amit karácsonykor vettem, és tehát hol ezt, hol azt teszem bele, de már rájöttem egyébként, hogy most megint kivégeztem egy kazánt, úgyhogy már kezd így mm, elromlani az íze, úgyhogy legközelebbi beruházás az lesz, hogy most veszek egy marék kazánt, és akkor, mert így már azért nem olyan jó az íze, tehát. Én a kurás reklámokkal szoktam találkozni, mondja Terror Aul, hasonló undorító képekkel. Hát figyelj, azt is lehet találni, Ugyanígy ezen az oldalon. Azt mondja, hogy itt van a nagy has. A has és a combzsírja eltűnik négy nap múlva igyon reggel egyet. Oké, okay, olvasni tovább. Na, a videót nem fogom lejátszani, már csak azért sem, mert nem szeretnék itten hangzavart. Figyelj! egy budapesti zseni diák elismerésben részesült a Nemzetközi Orvos Közösség által egy tíznapos, 5 kg leadásában segítő fogyasztó módszer felfedezéséért, amit kémiai anyagok, éhezés és fizikai gyakorlatok nélkül lehet elérni. Hát nem tudom, egyébként ebbe a hiányos mondatba ugye, mert hogy ki az a budapesti zseni? Van neki neve? és nemzetközi orvosi közösség által elismerésben részesült, van róla link. Tehát erről hol lehet tudakozódni, hogy ki volt az, milyen közösség, milyen elismerésében, ha ekkora áttörés, amit ő, ő felfedezett, már pedig ez áttörés, mert kémiai anyagok, éhezés és fizikai gyakorlatok nélkül lehet elérni, és azt mondja, hogy 5 kg súlycsökkenést ígér 10 nap alatt, az egy igazán nagy áttörés lenne, szerintem azért nagyon sokan örülnének neki. Nem kell edzeni, semmit nem kell csinálni, beszedsz valami csodapirulát, és 5 napon belül 10 kilót fogysz, vagy mennyit? Uh -huh. Ja, nem, 5 kilót fogysz, bocsánat, nem akarok felíteni, 5 kilót fogysz 10 nap alatt. Nyilván itt van egy stockkép, Boglárka beszéde a konferencián. Az a baj, hogy sajnos ezeknek a hírességeknek, akik ilyen áttörő dolgot találnak fel, soha nincsen vezeték nevük. Tehát boglárkák, meg károlyok vannak, és a... most eszembe jut a melyik volt az a Michael Douglas film, az összeomlás, amikor tudod, mindenkinek ki volt tűz a mellére, tudod, hogy hogy Stacy, meg nem tudom micsoda, és akkor, hogy miért szólítom magukat a ez a keresztnevükön. Azt mondja, nem is ismerem magukat, hát a főnökömnek még hét és fél év után is azt mondom, hogy uram, magukat meg a keresztnevükön szólítom, mint egy abstinens klubban. Tehát sajnos Boglárkának nincsen nincsen vezetéknem, viszont én már megnézem ezt a képet, oppácsak, oppácsak, figyelj, várja meg szerettem volna nyitni ezt a képet, azt mondja, kép megnyitása új lapon. Jó, és akkor azt mondja, hogy képkeresés Google Lens segítségével Most a képkeresőt már úgy hívják, mióta a telefonba integrálták, hogy Google Lens, bocsánat, elfelejtettem nektek beadni a képet, tehát na, itt tartottam ezt a ezt a képet szeretném megkeresni a Google Lens segítségével. Jobb klikk, és akkor megnézzük, hogy mit ad ki. Vizuális egyezések. 5 kg weight loss method in 10 days. Oké. Okay. Zupflex.com, eurohealth24.com Úgy látom, hogy ugyanezek a Ugyanezek a cikkek mennek, nézzünk rá egy cikkre. Hoppá, csak egy nem megbízható weboldalra irányít, azt mondja, hogy további információ, kapcsolódási hibák elhárítása, nem ezt akarom, hanem na most megnyitom ezt az oldalt, Keto Slim, hoppácsak. Itt már több információt találunk, hiszen az is kiderül, hogy Boglárka valójában Liverpooli, Ugyanaz, mint a magyarban, tehát, hogy tudósoktól egy, egy nemzetközi díjat kapott, éhezés, kemikál és fizikai gyakorlat nélkül. És itt már, ezen az oldalon már a fiatal doktornőt Szarának hívják, aki a magyar oldalon még buglárka volt. A gyerekek? Tehát ez... Ez... <laughs> Ennyi idő alatt lebukni, hát nem is értem. Amúgy, ha valaki még nem tette volna fel, akkor nyugodtan nyomja a feliratkozás gombot a csatornára, szeretne még ilyen tartalmat látni. És akkor nézzük meg, hogy nem tudom, hogy van-e a másikon, ilyen kalóriakalkulátor, de nézzük meg a magyar oldalt. Igen, van, tehát ez az oldal egy az egybe a, a boglárka formulájának köszönhetően kiszámolja, hogy mit kell. Én most kivételesen meg fogom adni a valós adataimat, azt mondja, hogy most mindenki láthatja, hogy még csak 46 éves vagyok, valaki még csak 40-nek tippel, de semmi gond. A magasságom az 181 cm, bár ahogy Öregszem, most már egy centip már elvesztegettem, nem baj. Te súlyoz legyen, mennyi lehetek, olyan 65-66 körül? Jó. Hát ez nem jó, mert, mert én nem vagyok túlsúlyos. De mi lenne, hogyha leszeretnék adni 10 kilót, ám itt hazudni kell valamit, mert, mert itt a 66 kilóra nem fog kiadni semmit, akkor mondjuk, hogy, hogy 114 vagyok, és 10-et szeretnék adni, kalkulátor. És a szerencsekerékre dob már újra, mint a mint az előbb, amikor megpróbáltam rákattintani a képre, fenyelrész sorsolásukon, ide az öregek rákattintanak, bevisz őket a málnásba, a fenébe, és akkor itt már csak a szerencsekeréknek vannak a hozzászólásai, hogy de, 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 de. Isten. Na, mondjad már a kalkulátorra, hogy mennyi, mennyibe fog ez nekem fájni. Kalkulátor még egyszer lehet, hogy bágos. <laughs> nem bágos. Nem működik a kalkulátor, na, akkor próbáljuk meg, hát ha csak a magyar nyelvű oldala bágos, bagos, és akkor jó, most már itt nem érdekel a kor, 60, vagy 30 kiló vagyok, a magasságom az de amúgy nőkre van beállítva, figyeled a 160 centi, tehát most nőket jobban be lehet vele vinni a málnásba. Maradok 181, korom nem számít, az, a súlyom az 70 helyett legyen. 100 kiló. És 20-at akarok leadni. Kalkulált ki. Na, no. az már jobban működik az angol nyelvű oldal. If you follow the instructions below, ha követed a alul lévő instrukci instrukciókat. You'll be able to lose 20 kilograms in just 31 days without any diet or exercise. Tehát, ha követed a lenti instrukciókat, akkor képes leszel 20 kilogrammot ö, veszíteni 31 nap alatt diétázás és kondizás nélkül. Don't you think it's impossible? But do you think it's impossible? Gondolod, hogy ez lehetetlen? Igen, azt gondolom. Read the article below until the end, and uh, you will charge your mind, change your mind. Tehát uh, olvasd a lenti cikket, és akkor meg fogod gondolni magadat. I hope this will change your life. Reméljük, hogy ez megváltoztatja a, az életedet. Hát akkor most nem angolul folytatjuk, gondolom, hogy ugyanaz van mind a két oldalon leírva. Hát ez a kép már kamu de azért nézzünk meg még egy, egy harmadik cikket, ez is Zobflex, van egy rare disease, tehát ritka betegségek, Oscar NSCU.edu oldalon, megnézzük ezt is. Hát itt már valamiféle szarkómát dobál, tehát ez nem annyira jó találat. Pinterest mi jó huha hova el nem visz minket na az a lényeg, hogy a, a szara az, az nem boglárka és a magyar oldalon meg csak szerencsekerék van, úgyhogy hát itt vannak ugye előtte utána képek Fantastikus fantasztikus felfedezés. Fú, gyerekek. Na, hát mit szóltok tihez? A spinre kell kattintani, azt mondod? Aha! Azt mondja valaki, hogy gyárban gyártják őket. Lehet igen, ez a klónozzák a lányokat, illetve az orvosokat. És... Ezek egyébként ilyen adómentes, ki nem deríthető, nem követhető, hogy kiagazdáljuk ezeknek az oldalaknak. Tehát ezek nagyon jó ilyen pénzkereseti lehetőségek, és mindig, mindig lesznek rá vevők. Azt mondja, hogy György gyúrmók, te nagyon ki lehet széhezve, mert te mindig főzős videót kérnél tőlem. Most nincs ándungon főzni. Ezt írja, azt mondja, hogy a Celebrity Instagram Live van egy passzív milliómos nevú YouTube csatorna. Ő is szerintem. Ha van kedven néz rá, nagyon durva, hogy mi megy ott. Pénzkeresés, szent kell, stb. Mi az nevú passzív milliómos nevű YouTube csatorna? Aha. Mindjárt rákeresünk. Azt mondja, hogy milliómos Wow! Passzívmilliómos. 16.700 feliratkozója van. Nem biztos egyébként, hogy kamu, hanem lehet, hogy ilyen üzleti dolgokat árul. Tehát lehet, hogy egyébként ilyen marketinges a hapsi, tehát most így, és ugye ingyenes tartalmakat oszt meg, azok az ingyenes tartalmak, amivel ugye oda a weboldalára a nézőket, akik igazán érdekelnek ezek a dolgok, ezek a marketinges dolgok, és ott már viszont pénzér árulja azokat a dolgokat, amiket meg lehet venni, és amelyekkel azért lehet sikeresnek lenni, úgyhogy itt nem feltétlenül gondolok én csalásra, főleg úgy, hogy nem is néztem egy videóját sem, de nagyon sokan vannak, akik így csinálnak, hogy marketingesek, és akkor ez, nekik például ez a YouTube oldal, ez csak egy ilyen, hogy mondjam, egy, egy reklám. Egy ilyen reklám oldal. A passzív milliómos amúgy felnőtt filmrendező volt, csak nem tudom már, a nevét. Ezen kívül ceremónia mester és Krav ma, Maga oktató. Sok munkája van ahhoz képest, hogy semmiből van pénze. Hm, Hát az lehet. No, mondom így, a könyvet így a borítójáról nem ítélem meg. Azt mondja, jó, annyira boldog vagyok, hogy veled videózhatok, szerintem kamu. Volt Mohiniszke, volt régen valami videós oldala fizetősen, azt mondta, hogy letarolja a YouTube-ot. Jó, majd lehet, hogy rá fogok nézni egyébként. Szóval, ott tartottam, hogy van itt is súlycsökkenés. Reklám, ezt már megnéztük, hogy a boglárka az igazából szara. És akkor nézzünk egyéb oldalakat, mert egyébként nem csak itt lehet belefutni ezekbe a dolgokba, hanem gyakorlatilag minden népszerű oldalon, tehát nem feltétlenül csak a nyugdíjas.hu, hanem mondjuk a blikken is. Blick. Nézzünk egy blikket. Régen még ott nem is azon volt, hanem a nőklapja kafén volt ilyen, hogy kávézacból jóslás érted, és akkor teljesen mindegy, nézzük meg, hogy alul van-e valami, nem, itt csak hírek vannak, jó, teljesen mindegy. Rákattintunk egy cikre, nem olvassuk el, mert ez nem érdekel minket, hanem az érdekel minket, hogy, hogy megjelennek -e alatta ezek a ajánló, mindig ajánlóban van. Ezek még hírek, még mindig hírek. Hát most valahogy itt nem látom a blikken ezeket a kamu hirdetéseket. Úgyhogy Életmód, gasztró, tippek, egészség, lélek. Mit akar a lélek, gyerekek? Ó, oh, na, most nyilatkozzon mindenki, hogy elmúlt-e már 18 éves, mert ha nem, akkor. akkor nem indítom el ezt a, az oldalt. Bár be van állítva a videó be, beállításaiba, ami, hogy nem gyerekeknek készült a videó, de lehet, hogy kicsit belenézek az oldalba, és addig ti látjátok szépen itt a facecamot. Én pedig eldöntöm, hogy közben, ahogy belepillantok, hogy megnézhetik-e 18-en fölél, illetve kikerülhet -e a YouTube-ra, nem szeretnék banánt érte. Szóval Krisz, az még veszélyesebb, amikor híres emberek, emberek adatait lopják, és velük hirdetnek ilyen szarokat. Hát igen, olyan is előfordul. Na, akkor lélek, blik, a 18 és igen, én elmúltam. És akkor ba, egyenruhára cserélt a reverendás dobonkos, reverendát Domonkos Tibor. Hát szerintem heti horoszkóp, meg minden. Szerintem ez nem olyan, nem olyan, ami feltétlenül a felnőtt tartalom lenne, úgyhogy... Na, mit ír a horoszkópom már? Azt mondja, hogy én vízöntő vagyok. A vízöntő óvakodjon a kalandoktól, a bika legyen mértékletes. Lássuk, mit igénynek a csillagok következő hétre. A, heti, a nagy heti horoszkóp a Bliktől december 13-i hétre. Hányadika van? Ha? A róla. De nem baj, mert visszamenőleg elolvashatjuk, hogy, hogy mennyire igaz. Ezeknek az oldalaknak egyébként mindig van ilyen ezobio-öko, horoszkóp, csakratisztítás, meg ilyen hülyeség. Na mit írt a múlt hétre az horoszkóp, bika ikrek, b -b -b -ra, rak, rak, oroszlán, szűz mérlek, skorpió nyilas, bak, izöntő, Szerelem, vidámsága vonzerőt jelez, talán túlságosan is vonzó lehet most sokak számára. Ha ez még a könnyelműség is társul, akkor egyik meggondolatlan kalandból a másikba hajszolja magát. <laughs> Igen, mert aki ismer, az mind arról ismer, mind arról híres, hogy én, én csak úgy cserélgetem a nőket, ugye, mint más a cipőt, meg hogy kalandor típus vagyok. A büdös életben nem voltam kalandor, sőt, legtöbbször nem legtöbbször, hanem mindig is inkább monogám voltam. Már csak a kényelem szeretet miatt is, ha nekem van egy társam, akkor nem szaladgálok más után. Mert minek strapáljam magam. Na. Jó, hogy ilyeneket ír. Azt mondja, egészség uralkodó bolygójának helyzete a szövetei keményedésére hajlamosítják. Pú, remélem, hogy csak a csontszövetem. Keményedik, és akkor azzal úgy olyan nagy probléma nincsen. De mondjuk, a, azért a beleim szövetei azért nem szeretném, hogyha keményedni. De vannak olyan testrészeim egyébként, amelyek szövetei képesek keményedni, még mindig azt, azt a legjobban teszem, hogy megpróbálja elejét venni a dolgoknak, és a karácsonyi ünnepeket a valamilyen gyógyfürdő helyen tölti. Hát én nem bánom, ha néhány testrészem keményedésre hajlamos. Másokat azért annyira nem szeretem. Munka, pénz, a számítógépeket kerülje, ha teheti. Jó van, gyerekek, én most kapcsolom akkor itt ki a live Mert azt is a hogy kerüljem. De hát ez már múlt heti horoszkóp, úgyhogy most ez már erre a hétre szerintem nem volna. Most sok zavart okozhat az életében egy hirtelen jött üzenet, felesleges rohangászástól kimélheti meg magát, ha inkább nem is használja kommunikációs eszközöket. Hát ebben egyetértünk szerintem, hogyha ilyeneket nem olvasgatnék, akkor lehet, hogy jobban örülnék. Na akkor nézzünk egy másik oldalt, egy népszerű oldalt, egyébként megnézem, hogy ti mit írtok. Itt van Támba Zsolt, szia Támba Zsolt. Sok évvel ezelőtt egy helyi nő lehívott, hogy leszervizeljem a gépét, aztán benne volt valami piramis rendszerű akármiben. Valami tárhelybérlés cégeknek, elvileg ők használják a tárhely... Ja, erről én csináltam egy videót, a tárhelybérbeadás csalás Lecsavartam a fűtést, és fázok. Koherev, tárhely, bérbeadás, csalás. Mindjárt keresem, megkeresem nektek, hogy lássátok is. Van egy olyan lejátszási listám, hogy átverések, csalások, és akkor abban volt benne. De az első körben neked kell érte fizetni valami 20 ezer forintot, azért, hogy más használja te vinceszedet. Igen. Mondtam neki, hogy ez egy fasság, egész nap megy a gép, eszi az áramot, plusz még ő fizet, meg mellesleg, ha nagy cégek, meg mellesleg egy nagy cégnek minek kellene az én tárhelyem, nem telik HDD-re, nem beszélve arról ugye, hogy a, red a redundás tárolás ugye a biztonságnak az alapja. Tehát, hogy még fizikailag is eltérő föld részen, eltérő épületben tárolják azokat az adatokat, megtöbbszörözve, ami igazán fontos. Hogyha mondjuk, mit tudom én, Los angeles földrengés van, meg Új-Zélandon is éppen földrengés van, akkor lehet, hogy például Magyarországon, vagy Európában nincs, és akkor ott a harmadik helyen azért megmarad. Ha nem keményedik arra, ott a Pfizer csodálatos találmánya a viagra. Ja, igen, van egy csalásokról szóló lejátszási listám, Ingyen megkeresem, azt mondja a YouTube Studio, azt mondja, hogy lejátszási listák, és akkor tu átverések, csalások, volt egy olyan, na mindegy, keresés a csatornán, párhely itt van a Koherev csalás, tessék, láthatjátok. Itt van neki a linkje, de egyébként be is linkelhetem majd később a videó alá. A Koherev csalás tárhely bérbeadás. Ha indítom, akkor mi lesz? Jó, le van véve a hang. Tehát ez itt van. Ezt én 2016. augusztus 28-án csináltam egyébként ezt a videót. Úgyhogy itt nem új keletű dologról van szó. Na. Menjünk vissza heti horoszkópra. Ja, igen. Na, amit akartam, az a. Gyakori kérdés. Most nem megyek bele az ezotériába, mert az eleve agyfasz. És akkor... Tök mindegy rákattintunk egy kérdésre, vagy anélkül is megjelennek a reklámok. Uh, Windows újratelepítés. Most hogy, hogy, nem jelennek meg ezek a dolgok. Mi a baj a játékomnak? Azt mondja, hogy elektronikus eszközök családi kapcsolatok. Azt mondja, hogy menjünk rá az ezotériára, okkultizmusra, agykontrolltán kapcsolatban állok valakivel. Ha, Na, most csodák csodája nincs ilyen undorító hirdetés a gyakori kérdéseken, pedig egyébként nagyon sok szokott rajta lenni. És most nincs. Na, hát ilyen is van. Mit írtok ti? Erre nem emlékszem, majd meglesem. Én megnézheted, mert erről van. Meg a pálma levészél, hámosság, igen, az is abban van benne. <coughs> a YouTube már a saját videód miatt is letilt. Bizonyos témákat tilthat le. Tehát például mondjuk, hogyha én, én véletlenül megmutatok egy olyan oldalt, ahol tényleg ilyen sokkoló felvételek vannak, vagy, vagy olyan szöveg esetleg, ami alapján ezt nem hirdető barátnak sorolja be, akkor megbüntethet, megbannolhat. A celebrity, milyen lehet vele e-mailben beszélgetni, hogy lehet-e vele e -mail? lehet e mailben beszélgetni, de az az igazság, hogy az e-mail már annyira old school, hogy nagyon ritkán nézek rá, tehát van úgy, hogy eltelik egy hét is, vagy két hét is, és egyáltalán nem, nincs is beállítva az applikáció, hogy nekem az e-mail értesítések jöjjenek, mert annyi köztük a spam meg a reklám, hogy igazából az e-mailt már csak arra használom, hogyha rendelek valamit a weben, akkor ugye ott e-mailben jön az értesítés, és akkor el lehet olvasni, meg követni a rendelést tovább, és, és ennyi. Tehát fel lehet velem e-mailben venni a kapcsolatot, csak azt is néha, amikor veszik maguknak a fáradtságot, akkor ilyen hülyeséget csinálnak, mint az a troll, akit próbált itt néhány hónappal ezelőtt itt téríteni. Arról is volt egy videó, azt is majd mindjárt megkeresem nektek, mert az nagyon szórakoztató volt. Ó, oh, milyen címe Hogy lehet, hogy nem emlékszem a izéke? De mindegy, az volt benne mindig, hogy ő írt egy kis regényt, én meg mindig egy ilyen egyszavas mondattal izé válaszoltam neki, és erre teljesen ki kiakadt, és sikító frászt kapott tőle, és utána már őrjöngött szinte a levélbe, hogy, hogy miért nem tisztelem őt meg azzal, hogy rendesen kimerítően válaszolok azért ő trollkodására. Úgyhogy... Úgyhogy Celebrity, annyit tudok neked mondani, legyen Facebookot. Tehát Instagramon is fenn vagyok, de ott meg nem szokott érdemi párbeszéd elindulni. Tehát ott fényképek vannak, amit beszoktak lájkolni az emberek, és komment nincsen. Persze nincs kizárva, mert lehet az Insta Instagramon is kommentelni, de Instán is jönnek az értesítések, hogy ez vagy az aki Általában nem szoktak kommentelni hozzá, és akkor nem, nem foglalkozom vele, hogy én ott olvassak, is meg Instát nem arra használják az emberek. Facebookon azért van a csoport, hogy kész. Tehát nem tudom neked azt ígérni, hogyha te most rámész, akkor én záros határidőn belül felveszem veled. Analizátról lehet, hogy az volt egyébként. Megkeressük azt is. Analizátról Turi Tamás Aha, aha ez volt Ez volt az, ez volt az Na ezt nézzétek még, ha nem néztétek meg Igen Most le van véve a hang Úgyhogy Milyen jogon jössz ahhoz, ha valaki rendesen szólít meg, akkor te két szóba visszabövöksz valamit blá, 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 blá. <síthat> Igen Na ha valaki még eddig nem látta volna, mert elég kevesen látta. Flyer analizátor. Drámai leiratkozó analizátor, ilyen is van. Chuka. Na mit írtok ti? Igen, analizátról. Különben ezt az adást is vehetitek úgy, mint egy, izé, mint egy analizátor. Hol vannak még ilyen oldalak, ahol lehet ilyen undorító reklámokat találni? Hétem, most megörültem, hogy ez én biztos lesz a gyakori kérdéseken. Hát nincs. A eszembe jutott egy másik nőklapja kafét nézzük meg szerintem. Nőklapja kafé. nlc.hu Elfogadom, jól van hozzá, T -t 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 -t. nézzük itt, alul vannak-e undorító reklámok. Hát itt nem látok. Ha cikkre kattint, nem, horoszkóp itt is van, NLC, na most nézzük meg, hogy akkor itt, ezen az oldalon mit ír a horoszkópom szerintem, mert lehet, hogy jó lesz. Napi horoszkóp 12. a 29. az van most? Igen. Na, figyelj, mert ez a mai napi horoszkóp, nagy utazásra kiindulsz lélekben, egyszerre utazol térben és időben, hiszen most azok a képek bukkannak fel előtted, amelyek azt mutatják meg, hogy hol tartasz majd egy, két, öt, tíz év múlva. Ezekben a képekben bizony szerepelhetnek költözések, váltások, változások. Talán az álmaidban bukkannak fel ezek a képek, és talán annyira furcsák lesznek, hogy fel sem ismered majd magadat bennük. Hidd el, neked is lehet boldog és elégedett jövőd. Hát ez fantasztikus. Ez olyan, ez a horoszkóp, mintha a bullshit generátorral érták volna. nem van egy csomó talán, meg egy csomó lehet, hogy vagy felbukkannak előtted az álomképek, vagy nem bukkannak fel előtted az álomképek, és ha felbukkannak, akkor nekünk volt igazunk, de ha nem, akkor mi úgyis csak azt mondtuk, hogy talán, talán az álmaidban, talán ébren létedben, mert lehet, hogy amúgy halucinálni is szoktál. És, és talán annyira furcsa, hogy fel sem ismer, tehát ez, ez kész, tehát ezt tanítani kellene egyébként, hogy hogy, hogy kell horoszkópot írni, úgyhogy hogy ne mondjunk semmit benne. Na most akkor mondjatok egy csillagjegyet, hogy melyiket olvassam fel. Mi a, mi a ti csillagjegyetek? <laughs> Addig én elolvasom, mit írtatok. Kukaisten kuka isten is jó volt, remélem tetszett. Bár az csak egy ilyen rövid eszmefuttatás volt. Ezt mondja, hogy mondott celebrity személyes ismerősöknek meg Viber, Whatsapp, bocsi, nem figyeltem, hamarabb küldtem női oldalakat érdemesen tele vannak undorítóra. Talán holnap is fel kell majd a nap. Igen, tehát ezt, ezt amúgy beleírhatnák. Na, mondjátok meg, hogy melyikőtöknek a, a napi horoszkópját olvassam fel, mert ahhoz kell tartania a magát ma. A szűz. Lássuk akkor, hogy mit ír a szüzekről. A szüzek ma elvesztik a szüzességüket. Vagy ha már régen elvesztették, akkor akkor úgyis csak azt mondtuk, hogy talán. Napi horoszkóp nap figyelj, Zsolt, szemlélt kívülről a helyzetedet. Nézd meg kívülről a családi ügyeidet. Egyszerűen csak tekints úgy a saját élethelyzetedre, mintha a legjobb barátnőd élete lenne hiszen voltak épp te, te, magad, vagy önmagad legjobb barátja, vagy nem igaz? Szóval nézd meg, ha a legjobb barátnőddel történik, milyen javaslatod van neki? Zsolt, hány legjobb barátnőd? Vannak jó barátnőid? Mit tanácsolsz nekik, ha mindez vele, vele és nem... Bocsánat, mit tanácsolsz neki, ha mindez vele történik, és nem veled? Ha megvan a válaszod, már is tudsz mindent, amit tudni szeretnél. Hát nem aranyos. Ebbe is benne van minden. Hát van, na de hát a barát nőkről van szó, bari nőkről, érted? Mert a horoszkóp az mindig csak a hölgyeknek szól. Főleg meg az NLC-n. Azt mondod, kevesebbet írok, ne csúszom fel, mérleg vagyok amúgy. De meg lehet állítani a csetet egyébként, hogyha nyomsz egy szuper és akkor ki lesz írve egy pár másodperc, vagy egy pár percig. <laughs> ez, a, ez neki a titka. Van, a, van, az a stream, amit szoktam nézni, a Magyar Producer Workshop, és úgy ott is bzzz, így pörög a és amikor azt akarom, hogy, hogy valami olyan legyen, amire, amit fel is olvasnak, meg amit biztos meglátnak, és nem gördül, akkor én is nyomok egy szuper és kész. Ez itt nem a reklám helye, csak mondom. egész három van itt, na de, na de azok nem barinők. Na, azt mondod, hogy mi megy, mi megy, mérleg? Szűz. Amúgy mérleg vagyok. Na nézzük a mérlegeket akkor. A mérlegek reggelente felébrednek, esténként pedig elámosodnak, mérleg az a kiegyensúlyozottságnak a mintaképe. Azt írja a mai horoszkópod, hogy tele vagy olyan gondolatokkal, amelyek összezavarnak. Ha megfigyeled, ez már a sokadik nap, amikor kavarok benned valami. Ez most egy ilyen időszak, bármennyire is tiltakozol ez ellen. Ma egyszerűen próbálj a téli égen tovaszáló felhőként tekinteni a gondolataidra, ne tulajdoníts nekik nagyobb jelentőséget, és ne kezd el azonnal megcselekedni mindazt, amire felszólítanak. A nyugalom és a távolságtartás segít megőrizni a hideg véredet. <laughs> szóval kavarognak benned a gondolatok. Ne foglalkozz velük. Ne foglalkozz velük, az a lényeg. Azt mondja, hogy mit mondok? Jó, megvan az élőcset is. Na, közben 76-an lettünk egyébként, nézem most a, a stream oldalt. Egyébként beraktam egy 15 másodperces ilyen féket a chatbe. Ezt mindig berakom ezt a 15 másodpercet, mert úgy gondolom, hogy a 15 másodperc, az annyira nem akasztja meg a beszélgetést, viszont arra jó tudod, amikor ilyen spammerek próbálják elárasztani a dolgokat, hogy akkor még van idő a cselekvésre, illetve ha látja, hogy nem, nem, tud azonnal ilyen sor mintát kirakni, mint ami régen divat volt, ott, hogy horok keresztet meg minden szart ilyen aszkiba kiraktak, akkor talán nem, nem jön ide valaki szórakozni. Úgyhogy csak ezért van ez a 15 másodperces dolog. Na, akkor nőklapja kávé, még azt akartam megnézni, hogy van-e még rajta olyan, hogy horoszkóp? Milyen rovatok vannak? Aktuális csató, család, lélek, szex, TV sztárok, podcast, advent, egészség, gasztró, otthon sztárok, utazás, baba, életmód, horoszkóp, szabadidő, trend. Nézzünk a lélekre valamit, hogy Asus laptop, média márt reklám internet lélek. Hát ugye, ezek ilyen személyiségformáló cikkek, amelyeknek lehet, hogy van valami haszna, van, van, esetleg, vagy nincs. Éppen kár, nem történhet, ha elolvas valaki ilyesmit, de lélek. Negyedik oltás. Megható dolgot tett a piros lámpánál várakozó sofőr. Mit csinál? Átsegített egy nénit. Jaj, nem, itt egy, egy kerekes székes, itt gondolom, itt arra szólt a zebrán, és ugye ő addig nem mehet át, még gyalogos van a zebrán, ezért gondolom, feltételezem, nem nézem meg a videót, hogy kiszállt az autóból, és segített áttolni a kerekesszégest. Már csak azért, hogy a saját dolgát megkönnyítse, természetesen. Videón a két véglet olyat tett az Avensis sofőrje. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Rúzsa Magdi kirúgta ki hűtlenbe. Kérdőjeles címek sírva, mert nekül volt férjéhez Dundika, ha kérdőjel van a címbe, akkor a válasz mindig nem. Nem kell elolvasni hozzá a cikket, de egyébként most én ezt így csak úgy rávágtam, hogy nem. Most az is rákattintok a cikkre, és elolvasom, hogy vajon igen, vagy nem a válasz. Ja. Igen. Nem derül ki, várjál, akkor ovasok, ezt szóval... Best magazinban szólt meg először, Dundika volt fél Szent Iványi László, fél Szent Majka, most szült egy gyermekkel akarja megfogni Dundikát. Ettől függetlenül sok boldogságot és jó egészséget kíván volt nejének és, a gyermeknek, aki még az ő nevét viseli. Mivel Dundika hivatalosan még Szent Iványi felesége volt, amikor a gyermeke megfogant, ezért a hatályos törvény szerint a kis Marián vezeték neve Szent Iványi lett. A volt azt mondja, már gratulált egykori nejének, és amikor azt kérik, természetesen szó nélkül aláírja a lemondó nyilatkozatok. Bár szorítok azért, hogy ne nekem legyen igazam, de szerintem Hajni és Majka kapcsolata így sem lesz életre szóló. Túl korán jött ez a baba, hisz három hónapja sem jártak még, amikor megfogant. Mondtam is a feleségemnek, nehogy két év múlva majd sírva becsönges hozzám, karodon a da, mert hozzám már nem jöhetsz vissza, nyilatkozta a Best magazinnak a volt férj. És a cím ezzel szemben az, hogy sírva menekül a volt férjéhez dundika? Nem. Ugye? Hogy megjósoltam. Az egész egy hazugság. Tehát már amikor címet adnak, akkor is hazudna. Csak nem olyan gyökerek, hogy maguk írják a horoszkopot, mondja a fog. Egy 50 soros algoritmus elkészíti egy másodperc a 50 évre előre. Igen, lehet, szerintem már lehet ilyet csinálni erre botokat, de régebben például kiadták ezeket a horoszkóprovatokat a, a gyakornokoknak úgy, akik újságírók szerettek volna lenni, de még azért komoly témát nem nagyon lehetett rájuk bízni, és ezzel egy kicsit próbára lehetett tenni azt, hogy mennyire kreatívak, mennyire találékonyak, és azért ilyen, ilyen rovatokat bíztak rá. Juk, rájuk de lehetséges, hogy van már olyan algoritmus, ami ezt megcsinálja előre, esetleg, ha van benne néhány ilyen stilisztikai, vagy nyelvtani, vagy helyesírási hiba, vagy nem stimmel az alany, meg az állítmány, akkor azt helyre rakják kézzel, de egyébként tényleg. Kontra József kérdezi, szia, azt nem tudom, láttad-e, hogy egy magyar élőben gyújtogatta a haját TikTok live-ban szimplán a követőkért? Kíváncsi vagyok a véleményre, fenn van Youtube-on is itt a Norina Diamond nem láttam, de elbírom képzelni, a TikTokon most ugyanaz megy, a likevadászatért, mint ami ezelőtt pár évvel a Youtube-on ment, ugye mentek a challenge videók, a kihívás videók, hogy öntsél magadra egy vödör jeges vizet, és akkor meg egyé a szart, meg nem tudom mindenféle, hogy egyé csili kihívás volt, meg mondom jeges víz kihívás, meg minden kihívás volt. Most a TikTok az, ahhoz képest ez, ez az új generációnak szánt új platform, de az ember alapvetően nem változik meg, meg az emberi szokások sem, meg a trendek sem, ezzel lehet pénzt keresni, ezzel lehet most nézettséget növelni, és most ez a teljesen természetes dolog, hogy, hogy ilyen baromságokat csinálnak most a TikTokon, ugyanez ment a Facebookon, ugyanez ment a YouTube-on korábban. Na jó van, hát Szerencse az a, a szerencsétlenségben, hogy nem sikerült annyi undorító reklámra rátalálnom, amennyit szerettem volna, meg amennyit sejtettem. De az lehet, hogy ez azért van, mert most nem inkognitó módban, hanem normál módban ö, böngészek, és már eleve nem haigál fel nekem ennyi ilyen oldalt a, a google Hát, hogyha átmennék pornomódba, akkor dobálná ezeket a undorító dolgokat, de azt nem akarom, mert akkor az újabb lakba nyílik meg, és akkor itt nem tudok navigálni itt a, az OBS képek között, meg a, meg a tabok között, ahol ki van rakva a cset, a cset is. Úgyhogy egyelőre ennyit találtam, és, és talán akkor ennyi is lesz a mai live, ez most csak egy órácska volt, ez most csak egy ilyen rövid live volt, de remélem, hogy azért tetszett. Szerintem ez most egy kicsit interaktívabb volt, mint általában szokott lenni. Annak ellenére, hogy most mondjuk nem százan voltunk, csak hetvenen, de én mégis azért elégedett vagyok. Aki pedig lekésett a live-ról. Azt sem, bús, az sem búsuljon, mert ugyanúgy meg fogja találni ezeket a vlog videók között, vagy nem tudom, hogy ezt most különbe kategorizálja majd a YouTube, hogy ezek csak az élők között elérhetőek. Mindegy, hogyha arra lesz igény, akkor majd letöltöm, és akkor feltöltöm máshova, mit tudom én, a videók közé, mert ezt a stúdió és egy kicsit másképp kezeli. Jó. Hogyha tetszett a tartalom, akkor ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, nyomjátok a lájkot, mert azt még lá nyomhatjátok. A diszlájkot nem igazán érdemes, mert azt én se láthatom. Illetve, hogyha úgy gondoljátok, hogy megérdemlem, akkor támogathattok a PayPal, csatorna, a PayPal linken, ami itt olvasható a képernyőn, illetve lent a videónak a leírásában megtalálható. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Remélem, elég szórakoztató volt. Szép délután kívánok mindenkinek, sziasztok!